Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy így egy szívvel, egy szájjal dicsőíthetünk. Köszönjük, hogy nem valahol elszigetelten, egyedül, kiszolgáltatottan kell keresnünk téged, hanem te megtaláltál és te keresel. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett. És köszönjük, hogy a mi nagyon gyarló dicséret mondásunk belekapcsolódhat most az angyalok és a mennyei seregek dicsőítő himnuszába, és valhatjuk mi is teljes meggyőződéssel, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, dicsőséget, tisztességet és áldást. Köszönjük neked ezt az új napot, köszönjük neked egymást, a testvéri közösséget, és köszönjük, hogy várhatjuk ma is a te igédnek a megértését. Áraszt ki ránk a te szent lelkedet, a te lelked világosítsa meg az értelmünket, és az engedelmesség lelkével támogass minket. Őrizd meg attól, Urunk, hogy az igének csak hallgatói legyünk, és így becsapjuk magunkat. Segíts, hogy azonnal életté, életváltozássá, cselekedetté váljék bennünk. Így szeretnénk most rád figyelni, Úr Jézus, ahogy ott abban a betániai kicsi házban valamikor Mária tehette, szeretnénk mindnyájan a te lábaidnál ülni, és átélni, hogy az, aki hirdet is hallja itt az igét, még jobban, egészen neked adhatja a szívét. Amen. Próbáltam magamat vizsgáztatni az eddigiekből, hogyha egy, vagy legfeljebb egy-két mondatban szabadna elmondanom valakinek, hogy kicsoda Isten és kicsoda az ember, akkor mit mondanék? Mert itt egy óra hosszáig beszéltem erről, ami eléggé elítélendő cselekedet, ilyen hosszan beszélni, de mi az az egy mondat? És valami ilyesmi kristályosodott ki bennem, most ebből lehetne dolgozatot írni, hogy mindenki írja le egy mondatba azt, amit tegnap hallottunk, de nem írunk dolgozatot, hogy kicsoda Isten, ennek a világ mindenségnek a teremtője, gondviselője, akiről az Úr Jézus azt mondta nekünk, hogy szerető atyánk. Ennyi az, amit tudnék mondani. Kicsoda az ember, Isten legkedvesebb teremtménye, egyedül neki engedte meg, hogy vele kapcsolatban legyen, de ezt a kapcsolatot megszakította. Esetleg még hozzá tehetjük, de ez már a mai téma, hogy ez lett minden bajnak az oka, ami miatt mi szenvedünk. Ha nem szakítjuk meg, nincs éhínség, nincs betegség, nincs halál, nincs gyász, nincsenek háborúk, nem tudjuk mi az, hogy félelem, nem tudnánk mi az, hogy nélkülözés. Egyszer belegondoltam, hogyha mindez nem lenne, abból áll az életünk, ami a bűnnek a következménye lett. Na de már is a mai témánál vagyunk, és hogy ne legyen egyhangú, ma nem három, hanem négy fejezetre kellett osztani azt, amit a Bibliából próbáltam összegyűjteni arról, hogy mi a bűn. És itt kezdődik az, hogy a világ mennyire másként gondolkozik bizonyos dolgokról, mint a Szentírás. Mert a legcinikusabb válasz erre az, legalábbis amit eddig hallottam, hogy bűn az, ami kiderül. Ugye? Ha ügyesen csináltad, nem derül ki, az nem bűn. Nyugodtan alhatsz, kiaboltad, agyonütötted, ha nem tudják meg, semmi baj. Élheted világodat. Bűn az, ami kiderül. Ez egy nagyon cinikus, gonosz válasz. Aztán a szakszerűbb válasz az, hogy bűn az, ami a törvénybe ütközik. Ugye van polgári törvénykönyv, büntető törvénykönyv, ott föl van sorolva, hogy mit nem szabad csinálni, ha valaki azt teszi, az bűnt követett el. Vagy egy már kicsit közelebb eső a mi gondolkozásunkhoz, a legtöbben azt mondják, hogy a bűn az erkölcsi fogalom. Tehát amikor valami erkölcstelenséget követel valaki, hazudik, lop, házasságot tör, akkor vétkezik, akkor követett el bűnt. Azt meg végképp nem érti a világ, amikor Jézus ilyeneket mond, hogy nem csak az számít gyilkosságnak, ha leszúrod hátulról az ellenségedet, hanem az is, ha haragszol rá. Itt megáll a világ esze. Ha
haragszom rá. Sőt, az is, ha nagyon csúnyát mondasz róla, a ráka, amit Jézus ott a hegyi beszédben használ, hogy aki azt mondja az atya fiának, hogy bolond vagy ráka, az ugyanúgy méltó a gehenna tüzére, mint aki megöli. Az a legdurvább becsületsértés volt, az azt jelenti, mintha valaki azt mondaná, hogy te nem vagy ember, te rongyember vagy, te semki, semmi, gazember. A legcsúnyább sértés volt. Na de egy ujjal se nyúltam hozzá. A haja szála se görbül, amiatt, hogy ez az én véleményem róla. És Jézus mégis azt mondja, hogy ez ugyanolyan bűn, mintha megölted volna. Na ezt aztán végképp nem érti a világ, és sokszor még mi sem. Túlzásnak tartjuk. Tehát mi akkor a bűn? Elmondom először egy mondatba, aztán próbáljunk emlékezni a tegnap délutániakra, és egyből világos lesz. A Biblia tanítása szerint a bűn az, hogy Isten nélkül akarunk élni. Hogy fölmondtuk az engedelmességet, és azt mondtuk, hogy majd mi uralkodunk a ránk bízott világon. Ez a bűn. A bűn tehát nem cselekedetek összessége, semmit se csinálok. Csak elhatározom, hogy Isten nekem nem kell. Nélküle akarok bármit tenni. És amit így nélküle teszek, azt nevezi a Biblia bűnöknek, ott a többes szám, vagy vétkeknek. Ott már jöhet az, hogy hazudok, lopok, csalok, viszont ebben az állapotban Isten nélkül csak lopni, csalni, hazudni tudok. Nem tudok más tenni, csak vétkezni. A bűn tehát a Biblia tanítása szerint állapot, nem cselekedet. És amit ebben az állapotban gondolok, mondok, teszek vagy nem teszek, mulasztok, az mind vétek. Azok a bűnök. De nem azért vagyok bűnös, mert ilyeneket csinálok, hanem azért csinálok ilyeneket, mert bűnbe kerültem. És ez nem játék a szavakkal, ez nagyon fontos dolog, és amíg ezt meg nem értjük, addig a bűn bocsánat lényegét se értjük meg. Tehát nem azért vagyok én bűnös, mert gyerekkorom óta huncutkozok, füllentek, elcsentem, stb., hanem azért huncutkodom, azért vagyok gonosz, mert bűnbe születtem. Dávid az 51. Zsoltárban mondja, hogy vétekben fogantattam, és bűnben melengetett az anyám. Mert öreg anyánkat, Éváékat kiküldték az édenkertből, és az összes utóda az édenkerten kívül született. Most erről vitatkozhatunk, hogy erről én tehetek, nem tehetek, miért én szenvedem a következményeit, de semmit nem visz előbe, ez tény. Ők ott hagyták Istent, és azóta mindnyájan Isten nélkül jövünk a világra. Ezért írja Pál apostol a Római Levél 3. részében, majd mindjárt kicsit később elolvassuk, hogy mindnyájan bűnben születünk. A jó emberek is bűnösek. És ezért állítjuk mi azt, amivel megint nem élt egyet a világ, hogy a ma született csecsemő is bűnben van. Na de még nem vétkezett. Hát csak azért nem hazudott, mert még nem tud beszélni. Mihelyt fog tudni beszélni, és hallja a szüleitől, hogy hogy hazudnak, ő is követni fogja a példájukat. Kivétel nélkül mindenki. Én máig emlékszem arra, amikor először láttam, gyerekeink még kicsik voltak, hogy az egyik belerúgott a másikba. És ez valami borzalom volt a számomra. Egyáltalán egyik ember a másikba belerúg. És azon gondolkoztam, hogy ez a gyerek ilyet még sehol se láthatott. Itthon biztos nem. Honnan van ez benne? Aztán jöttek a további bűnök is. A természetünk olyan, mindenestől megromlottunk, úgy jövünk a világra, hogy Isten nélkül vagyunk. És az Isten nélküli állapotban, a bűnben csak bűnöket tudunk elkövetni. Sőt, Pál apostol ezt tovább élezi, és azt mondja, hogy ebben az állapotban semmi olyat nem tudunk tenni és mondani, ami Isten mércéjével mérve tiszta. A Róma 8.7-ben van az, hogy az ember nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti. Képtelenekké váltunk erre. Augustinus, Szent Ágoston foglalkozott nagyon behatóan a bűn kérdésével,
És ő fogalmazta így, hogy ebben az állapotban, amiben születünk, nem tudunk nem vétkezni. És ez megint nem szóalkozás a kifejezésekkel, ez jobban kifejezi azt, mintha azt mondanánk, hogy mindig csak vétkezünk. Egyszerűen nem tudok nem vétkezni. Én nagyon jól emlékszem még arra, hogy a megtérésem előtt, mikor már elegem volt magamból, és nagyon szerettem volna megváltozni, főleg egy-két rám jellemző bűnt abbahagyni, mit küzdöttem vele, elhatároztam, megfogadtam. Édesanyám mindig csak hétvégén sütött süteményt, és azt mondtam, hogy ha egyszer is hétközben elkövetem, nem eszem süteményt. Pedig az nagy szám volt, hogy akkor ehettünk. És nem boldogultam, és ez hosszú ideig tartott, már úgy értve, hogy egy-két évig, hogy én leszokhatom magamat ezekről az utálatos bűnökről, és nem ment. Voltak átmeneti sikerek, és emlékszem rá, hogy utána mindig annál nagyobbat buktam. És teljes kétségbeesés lett túl rá rajtam, hogy most ilyennek kell maradnom. Akkor már tudtam azt is, mert templomba jártunk, hogy Isten utálja ezeket a dolgokat. Akkor én kiírtam magamból, és nem tudtam kiírtani. Az én erőm kicsincs, a bűn erős nagyon. Nem kell ezt magyarázni a testvéreknek. Azt hiszem, hogy ezt mindnyájan tapasztaltuk. Nem bírunk vele, mert ebben az állapotban nem tudok nem vétkezni. Csak Isten számára utálatos dolgokat tudunk tenni. A bűn tehát az, hogy Istentől függetlenül, Isten nélkül akarunk élni. És mivel csak Istentől függetlenül tudunk cselekedni, ezért minden bűn, amit cselekszünk. Na ez aztán az, amit végképp nem ért a világ, hogy minden. Hát vannak jó emberek, akik csak ugyan szeretik, a hozzátartozójukat szorgalmasan dolgoznak, és így tovább. Csak itt arról van szó, hogy Isten mércéjével mérve. Ezek a viszonylagos polgári erkölcs szerinti minősítések, hogy ő azért sokkal odaadóbb és áldozatkészebb, mint én. Bár inkább fordítva szoktuk mondani, hogy én vagyok sokkal, mint ő. És ez lehet, de ez csak itt, a mi viszonylagos mércénk szerint van, Isten mércéjének ebben az állapotban egyikünk sem felel meg. A bűn tehát a Biblia szerint nem jogi fogalom, nem is erkölcsi, hanem hitbeli. A hitemet vontam meg Istentől, azért szakítottak a tiltott fáról, és szakítottak Istennel. Ezért olvasuk a Róma 14:23-ban, hogy ami nincs hitből, az mind bűn. Na ennyit erről, a bűn meghatározása. A második fejezetünk a bűn eredete. Hát az úgy keletkezett, ahogy elolvastuk az 1 Mózes 3-ban, de azért a Biblia azt mondja, hogy előbb kezdődött el a bűn, az a mennyben kezdődött el. Amikor az egyik angyal fejedelem, egy bizonyos Lucifer, föllázadt Isten ellen, és Isten trónjára tört. Erről meg az Ézsaiás 14:12-ben olvasunk, meg a következő versekben. Tessék figyelni, milyen pontosan írja le. Leestél az égről, fényes hajnalcsillag, lehultál a földre, népek legyőzője. Pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére, a messze északon. Fölmegyek és hasonló leszek a felségeshez. Föllázadt tehát egy angyal fejedelem Isten ellen, Isten helyére akart törni, ez nyilván lehetetlen volt, és ennek a büntetése az lett, hogy levetette őt az égből. Ézsaiás 14:12 és következők. Az ördög tehát levette, Isten teremtette ezt az angyal fejedelmet is, de nem gonosznak teremtette. Gonosszá a lázadás tette őt. És az lett a büntetése, hogy levettetett a mennyből. Azóta itt rombol az ördög. De a célját úgy tudja elérni, hogy az embert meg kellett kaparintania. Arra volt szüksége, aki
fölfelé még mindig engedelmeskedni akart, és úgy akart uralkodni a földön. És ő az Istennel szemben akarta bizalmatlanná tenni az embert. És ennek a története az 1 Mózes 3. Ugye, hogy kezdődik? Édeni állapot, nagyon kedves kép, és egyszer csak megszólal valaki. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyél. Majd a kísértés természetrajzával mindjárt foglalkozunk egy kicsit, de az mindig így kezdődik. Föltesz egy ártatlannak és ártalmatlannak látszó kérdést. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyél. És tessenek megfigyelni, hogy még a magyarban is nagyon szemléletesen kijön az, hogy mi a különbség az isteni ige és az ördögi torzítás között. Isten azt mondta, hogy a kertnek egy fájáról ne egyél. Az összes többiről egyél. Na most semmi nem változik meg, csak egyetlen betű és a hangsúly. Tehát így hangzik az eredeti, a kertnek egy fájáról ne egyél, és így hangzik a kérdés, a kertnek egy fájáról se egyél, és kérdőjel a végén. Isten nekünk kijelentő mondatokban szokott beszélni. Isten kijelentést ad. Az ördögi mindig az, hogy oda görbít egy kérdőjelet utána. Isten azt mondja, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Az ördög azt mondja, hogy te komolyan gondolod, hogy ő veled lesz? Még ebben a nagyon kényes, nehéz helyzetben is. És az ember, a hívő, a szíve mélyén tudja még mindig, hogy persze, Isten megígérte, és ő igazat mond. De egy ilyen kérdés elég ahhoz, hogy egy picit megingassam. Csak gondoljunk arra, hogy van egy harmonikus jó házasság. Ismerik egymást, bíznak egymásban. Békésen zajlik az élet. És egyszer csak valaki megkérdezi, hogy olyan biztos vagy te abban, hogy a férjed soha senkivel nem szokott lenni? Ennek semmi alapja nincs, de az asszonyi szívben föltámad a kételj. Tényleg, hát olyan sok mindent hall az ember, csak az enyém lenne kivétel. És megmérgezte a kapcsolatot. Nos, ez történt itt is, először csak kérdőjel kerül a végére, és utána ez kiegyenesedik és felkiáltó jellé lesz. Azt mondja, hogy bizony, nem haltok meg. Tudnilik Éva válaszol, hogy nem, Isten azt mondta, hogy csak erről az egyről ne együnk, mert ha eszünk, meghalunk. És az ártatlan kérdés után jön a gonosz tagadás, nem haltok meg. Itt már az ellenkezőjét állítja annak, amit Isten mondott. Így lopakodik be a kísértés lassan az ember fejébe, szívébe, és a végén, ha lassan is, de nyúl a kéz, és szakít arról a fáról. Itt most csak zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy mi sokkal jobban felelősek vagyunk ám egymás bűneiért, mint ahogy gondoljuk. Egy szoros közösségben, házasságban, családban, szolgáló közösségben különösen is. Mert ezek most az én ostoba gondolataim, nincs benne a Bibliában, de sokszor gondoltam arra, hogy ott van mellette Ádám, és ad a vele levő férjének is, és az is eszik. Miért? Miért nem mondta azt, hogy édes szívem, add ide azt a gyümölcsöt, eldobom olyan messzire, hogy soha többet nem találjuk meg. Mit mondott nekünk Isten? Hogy erről az egyről ne együnk, fölmászok annak a hegyibe, hozok neked, amilyet akarsz, de erről nem eszünk. Én ismerem ezt. Előfordult az, hogy feleségem vagy valamelyik munkatárs így rántott vissza valami engedetlenségtől. És előfordult az is, hogy Isten fölhasznált, és másnak mondhattam még idejébe, hogy ezt világérseted meg. Meggondoltad te, hogy mi ez? Én máig emlékszem arra az idős bácsira, akivel, mikor frissen oda kerültem a gyülekezetbe, volt valami kényes ügyöt, és nagy tanácskozás után elhatároztuk, hogy mi lesz a megoldás. És én voltam a követ, másnap el kellett menni, és azt mondani, hogy. De abba volt egy kis umbulda, egy kis hazugság belecsúszott, mert úgy rövidre lehetett zárni, elintézzük, most nincs más megoldás, nem érünk rá, gyerünk. És az utcán, amikor a villamoshoz mentem, szembe jött velem egy kedves, idős, hívő bácsi, hova, ilyen nagy sebben lobbal, mondom, hogy hova. És mibe egyeztetek meg, mit fogsz mondani? Mondom neki.
És nagyon csendesen csak ennyit kérdezett, biztos vagy te abban, hogy ez kedves az Úrnak? És ott az utca sarkon biztos lettem azonnal, hogy ez nem kedves az Úrnak. És adott Isten erőt visszafordulni, és nem mentem el. Ez nagyon kellemetlen volt, mert meg kellett ígérnem, akkor még nagyon fiatal voltam, szót kellett fogadni az idősebb tanácsadóknak, el kell magyarázni, hogy miért fordultam vissza, önkényesen megváltoztattam a közös döntést, minden, mert ott megváltak, szóval nagyon kellemetlen volt. De Isten lelke bizonyossá tett, hogy ezt nem szabad, hazugsággal nem lehet megoldást, Istennek kedves megoldást keresni. És egy év múlva derült ki, hogy milyen nagy baj lett volna abból, hogyha elmegyek és kicsi hazugsággal jól elintézzük azt a dolgot. Elég volt egy kérdés, biztos vagy te abban, hogy ez kedves az Úrnak? Nos, ez elmaradt itt az édenkertben. Ha Ádám csak ennyit kérdezett volna talán, de hát az, hogy mi lett volna erről butaság beszélni, ezt inkább a magam meg a magunk tanulságára mondtam el, hogy nagyon ébereknek kell lennünk. Mert a kísértés az még nem bűn. A kísértés külső támadás. Arra való, hogy kivédjük. Nem egyedül, mert a bűn erős nagyon, az én erőm meg kicsiny, de van egy hatalmas szövetségesünk. Minden kísértés idején azonnal kiálthat az ember Jézushoz. Uram, te tudod, hogy ezen a ponton vagyok a legkísérthetőbb. És te tudod azt is, hogy én nem akarok már többé itt vétkezni, de nincs erőm. És ő ad erőt, és elviszi a kísértést, és eltereli a gondolatainkat. Lehetséges a győzelem, nem mondjunk le erről, de nem egyedül. Az ördöggel szemben mi egyedül védtelenek vagyunk. Na de Jézus legyőzte, és mi a győztes oldalán kell, hogy álljunk újra és újra. Egyébként Jakab apostol rendkívül szemléletesen írja le a levele első fejezetében a kísértés természetrajzát, amikor azt mondja, hogy mindenki kísértetik, hogy folytatódik? Na de mit csinál vele a kívánság? Vonja, na, rendkívül szem, jó a Károli fordítás, vonja és édesgeti, csalogatja, mondhatjuk azt is, a maga kívánsága, aztán a kívánság, ha megfogan, bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Kívánság, bűn, halál. Ezen a három lépcsőn akar levezetni az ördög, úgyhogy nem mondja meg az elsőn, hogy mi lesz a másik kettő, főleg, hogy mi a vége, hogy ennek a vége halál. Ezt nem mondja meg. Ezt Isten mondta meg az embernek, hogyha erről eszel, meghalsz. És ez azt jelenti, ugye, hogy elszakad Istentől. Láttuk, hogy a halál az nem a biológiai halállal egyenlő. Kívánság, bűn, halál. Jakab 1.17, azt hiszem. Ott van ez leírva. És mivel ez nagy probléma volt azoknak az életében, akikhez Jakab a levelét írta, a levél végén a negyedik részben megint visszatér rá, és elmondja a terápiát. És azt mondja, hogy álljatok ellen, engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Ebből ennyit szoktak idézni általában, hogy álljatok ellene az ördögnek. Na de ez így magában reménytelen. Azzal kezdődik, hogy engedelmeskedjetek Istennek, aztán, ha támad az ördög, álljatok ellene, és közeledjetek Istenhez. És az ő közele az az erő tér, ahol védve vagyunk. A kísértéstől nem, de attól igen, hogy a kísértésből bűn legyen. Ez meg a Jakab 4:7-8-ban van. Na ennyit a bűn eredetéről. Tehát a sátán bukásáról beszéltünk röviden, azután, hogy hogy akarta megszerezni az embert, és azóta is mindig így közelít mindnyájunkhoz, ő pontosan tudja, hogy melyikünknek mik a jellemző kívánságai, hol vannak a gyenge pontjaink. Ezt látom, hogy van ember, aki ha pénzt lát, megőrül, és mindenre kész, hogy hozzájusson. A másikat nem érdekli a pénz, de ha nőt lát, megőrül, és mindenre kész. Vagy ha sikert érhet el, nem érdekli se pénz, se a másik nem, de az ő dicsősége. Mindnyájunkat ott támad az ördög, ahol a legkönnyebben támadhatók vagyunk. Ezért kell ismernünk a régi természetünk tulajdonságait, miket örököltem a szüleimtől, mi alakult ki bennem menet közben, tudjam, hogy milyen az én óemberem.
és ébelen ölködni. Jézus többször mondja ezt, hogy legyetek ébelek, és imádkozzatok. Például a Máté 26.41-ben van ez, hogy legyetek ébelek, és imádkozzatok, és ne menjetek bele a kísértésbe, ott nem passzív ige alak van. Ez az egyes téves a Károli fordításban. Ő azt mondja, hogy kísértésbe ne essetek, mert lehet, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. Nem az van, hogy egyszer csak belehuppanok, beleesem, hanem belegyalogolok. Ne menjetek bele a kísértésbe. Lássam, hogy ez kísértés. Ez nem az Úrtól jön, ez az ajánlat. Köszönöm szépen, nem kérem. Na de olyan jó lenne most ebben a pénztelen állapotban, kihúzná a családot a bajból, de nem az Úrtól van. Köszönöm, nem kérem. És harmadszor is nem kérem. Amikor az úgynevezett karizmatikusok mérhetetlen sok kárt tettek a gyülekezetben, akkor volt egy szintén nagyon kedves, idős, hívő testvér, és azt mondta, hogy Kálmánkám, erre neked ma is nemet kell mondanod, holnap is nemet kell mondanod, holnap után is nemet kell mondanod, jövőre is jönni fognak, akkor is nemet kell mondanod, mert, és akkor elmondta a veszélyeit. És minden bűnnel így kell lennünk. Ma is nemet, holnap is, holnap után is. Ennek az eltökéltségnek ott kell lenni a szívünkben, ez még nem ad megoldást, Jézus ad megoldást. De ez az eltökéltség segít minket arra, hogy hozzá kiáltsunk. A harmadik fejezet a bűn következményei. Miket tetszettek összegyűjteni az 1 Mózes 3-ból? Megtörténik a szakítás Istennel, és abban a pillanatban megjelenik a szívükben valami. A félelem, amitől azóta se tudunk szabadulni. Most nem sorolom a példákat, mert azt hiszem a testvérek is tudnának sorolni, hogy kicsi gyerekek szíve már mennyire tele van sokszor félelemmel, amit részben mi táplálunk beléjük, részben a bűnnek a következménye. Félelem. A félelemből mi következik ott Ádáméknál is? Elbújnak, a rejtőzés. Nem adom ki magamat. Még a párom sem tudhat rólam mindent. Itt kezdődik megromlani a házasság. Vannak titkos gondolataim, van dugi pénzem, vannak dédelgetett terveim, és így tovább. A rejtőzés megjelenik. Aztán... Tessék? Egymásra mutogatás, a felelősség áthárítása. Isten azt mondja Ádámnak, hogy csak nem ettél a fáról, hát Isten tudta, azt csak ki kell mondani a bűnt. Azt mondja, én nem, az asszony, akit te adtál mellém. Még a végén Isten lesz az oka. Az adott nekem. Mire Éva? Én? Hát a kígyó, az ámított el engem. Hát Isten, te tudhatod, hogy van kígyó is a világon. Mi majdnem ártatlanok vagyunk. És addig nem lehet segíteni senkin, amíg nem mondja azt, megint csak Augustinus jut eszembe, hogy ó én bűnöm, ó én nagy bűnöm. És nem tudja azt néven nevezni. Tehát félelem, rejtőzés, felelősség áthárítása, ezzel kapcsolatban az első veszekedés, ugye? Aztán milyen következményei voltak még? Szégyenérzet. Igen, igen, Istentől függetlenül. És a szenvedésnek sokféle válfaja. Megjelenik az, hogy fájdalommal szülsz magzatot, és elomlik a munka örme. Addig Isten ajándéka volt a munka, most pedig megjelenik a verejték. Azt mondja, hogy verejtékkel szerzel kenyeret magadnak. És ami nagyon szimbolikus és sokat jelentő, megjelennek a világon mik? Tessék? A gyomok. Megjelennek a bógáncs és nem tudom én mi van ottam. Töviset és bógáncs korót teremjen neked. És azóta se tudjuk kiírtani. Ha valami ez mutatja legjobban a bűn valóságát. Hogy gyomokat soha senki nem vet, és mégis mindenütt kell, és a gyomirtóval se tudjuk megoldani, csak mérgezzük a táplálékunkat, és megesszük a gyomirtónak egy részét, a haszon növényekben, amik az asztalunkra kerülnek. Ez mellesleg azt is mutatja, és számomra ez is szomorú bizonyítéka a bűn valóságának, hogy azóta semmit nem tudunk csinálni, ami csak jó.
Sok jót tud az ember, de mindig van benne valami rossz is. Mióta van ez a nyomorúságom, tudom azt, hogy nincs olyan gyógyszer, aminek ne lenne ártó mellékhatása. És néha azok ugyanolyan komolyak, mint az alapbetegség, jöhet a másik gyógyszer, amivel a mellékhatást csökkentik, és annak lesz egy újabb mellékhatása. Nincs olyan gyógyszer, amit csak használ. Hát akik elgondolkozik, még ha hitetlen ember is, legalább a kérdést fölteheti, hogy miért van ez így. Sajnos a bűn ezt nem eredményezte, ez lett a következménye. Tessék? Igen, nem az embert átkozta meg Isten, ez nagyon fontos. A földet. Igen, te miattad, mondja. Hát ezek lettek a következmények, és a legsúlyosabb az, amit Isten előre megmondott, hogyha esztek róla, meghaltok. Vagyis elszakad Istentől az ember. Mert megint mondom a tegnapi tételt, Isten az élet forrása, a Bibliában a halál azt jelenti, hogy Isten nélkül akarok létezni. És ezt fogalmazza meg Pál apostol úgy, hogy a lélek halott a vétek miatt. Meghalt az emberben az, amit Isten lehelt bele, a lélek. Nem semmisült meg, csak életképtelenné vált. Működésképtelenné vált. És maradt az ember puszta test. Megmaradt a lelki ismerete, az még nagy dolog, de azt ügyesen el tudjuk altatni egy ideig, aztán ha fölriad, akkor azt nem kívánom senkinek, hogy miket csinál, azt csinálja, amit Júdásnál. De a lélek, vagyis az a készség, hogy Istennel kapcsolatba kerülhetek, ezt elveszítettük. Na most itt szeretnék még néhány igét megemlíteni, amikről jó, ha tudjuk, hogy hol van megírva, mert emberekkel beszélgetve, nem azért, hogy győzködjük őket, én sose szeretem azt, hogy érveket mondani és meggyőzni. Engem is csak a Szentlélek tudott meggyőzni, de ő meggyőzött bűn, igazság és ítélet tekintetében. De nem állt azért, ha elgondolkoztatunk embereket, akik keresnek vagy kételkednek, de egyáltalán hajlandóak meghallgatni, hogy Istenről mit mondunk. Na az a bűneset utáni legszörnyűbb diagnózis az 1 Mózes 6.5, ahol Isten ilyen kategórikusan állapítja meg, hogy mi történt. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság így elhatalmasodott, ezt mondta, az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Elég lett volna annyit mondania Istennek, hogy az ember gondolatai gonoszak. De itt 4-szeresen erősíti meg, még csak nem is 3-szorosan, ahogy a Biblia szokta, hogy az ember szívének minden gondolata szüntelen csak gonosz. És ezt az, aki egyedül tud pontos képet alkotni rólunk, az az Isten mondotta. Ezen érdemes elgondolkozni. Lehet ellene tiltakozni, kikérheti magának valaki, de hát, ha elgondolkozik. Egy másik nagyon elgondolkoztató az Ézsaiás könyvének az első része. Mindjárt azzal kezdődik. Azt mondja Isten, hogy minden fej beteg. Csupa dagadás és kelés, amit nem nyomtak ki és nem kezeltek. Minden szív erőtelen. És nem tudunk segíteni magunkon, és utána jön az, hogy a ti vallásos cselekedeteitek sem segítenek rajtatok, mert bemutatjátok az áldozatot, aztán mentek vissza lopni, csalni, hazudni. Jobb, ha nem mutatjátok be, nem kell nekem az áldozat, mondja Isten. Tehát a vallással sem tud segíteni magán az ember, mert minden fejbeteg, minden szív erőtelen, tetőtől talpig nincs-e testben épség. Na, ezt a mondatot az előbb elfelejtettem. Csupa dagadás, csupa kelevén nem segítettek rajta, és nem tud magán segíteni. De utána jön az evangélium, hogyha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú, az Isten kegyelméből. Ez már a következő, ez a megoldáshoz vezet. Tehát az Ézsaiás 1-et szerettem volna még említeni, és a Róma 3-at mindenképpen, ahol Pál apostol a 14. Zsoltárt idézi,
És ott van ez, amit remélem, hogy szintén sokat tudnak könyv nélkül, hogy nincsen igaz ember egy sem, nincs, aki éltse, nincs, aki keresse Istent, mindnyájan elhajlottak, mindnyájan megalomlottak, nincs, aki jót tegyen, mármint, hogy Isten mércéjével mérve, nincs egy sem. És akkor jönnek a porcikáink sorba, hogy nyitott síja a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyómérek van az ajkukon, lábuk gyors a vérontása, és így tovább. És akkor eljut a 23. versig, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Nincs egy se, aki azt mondhatná, hogy én bűn nélküli vagyok. Sajnos ez a Kálvin János így mondja, hogy totális a romlottság következett be az Istentől való elszakadás után. Legfőjebb odáig jutunk el, és itt megint még frissek a fiatalkori emlékeim, hogy szeretném a jót, szeretnék megváltozni. Nem jó ez így tényleg, már nem csak édesanyám mondja, hogy fiam, kiállhatatlan vagy, már én is nehezen viselem el magamat. És olyan jó lenne jónak lenni. De nem megy. És lehet-e ezen segíteni? Ez a negyedik fejezetünk, hogy van-e szabadulás a bűnből. A bűnből is, meg a bűnöktől is. Először csak a bűneinktől szeretnénk szabadulni, főleg amíg nem is érti az ember, hogy ilyen állapotban nem tudok nem vétkezni. Van-e ettől szabadulás? Azért kértem, hogy az egész fejezetet tessenek elolvasni, mert itt van a harmadik fejezetben a legelső evangélium a Bibliában. Úgy is szokták nevezni, hogy ős evangélium, a 15. vers. Hogy hangzik az? Igen. Egy titokzatos valakiről beszél itt Isten a bukott embernek, hogy eljön majd valaki, aki asszonytól születik, de az a kígyó fejére tapos. Nagypénteken mindig eszembe jut ez az ige, hogy amikor Jézus kimondta a kereszten, hogy elvégeztetett, most bocsánat, ha így mondom, akkor egy nagy recsenés hallatszott a kozmoszban, a kígyó fejére taposott. Megszűnt a sátán egyeduralma az ember fölött, még sokat árthat egész Krisztus második eljöveteléig, de mi tudhatjuk azt, hogy Jézus a kereszten lefegyverezte, diadalt aratott rajta, és bátran mutogatta. Kolossé 2.15, ez egy nagyon fontos ige lett a számomra. Jézus legyőzte a gonoszt, és ez itt már meg van ígérve a bűneset után azonnal. És Isten az ő ígéreteit nem szokta elfelejteni. És itt kell nekünk komolyan vennünk, hogy a bűnt nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvá tenni, csak isteni kegyelemmel megbocsátani. Ezt a mondatot Jó Sándortól, az én drága elődömtől hallottam még diákkoromban, és nagyon mélyen a szívembe vésődött. A bűnt nem lehet emberi erőfeszítéssel jóvá tenni, csak isteni kegyelemmel megbocsátani. De hogyan juthat bocsánathoz a bűnös? Ezt mindnyájan tudjuk, most azért mégis hadd mondjam el röviden. Azt olvassuk, hogy Krisztus váltott ki minket a bűn átka alól. És itt jó, ha a rabszolgák kiváltása jut eszünkbe, mert sokan nem értik ezt a szót se, hogy mi az, hogy megváltani. Jézus, ami megváltunk. Jó, de most ezen mit éltesz? El tudod mondani egy teljesen hitetlennek két mondatban? El. Volt olyan, hogy valakinek, egy gazdag embernek megtetszett a másiknak a rabszolgája. Mondjuk ez egy ilyen művészi hajlamú, ez többször előfordult, művészi hajlamú gazdag ember volt, és látta, hogy milyen ügyesen farag az a rabszolga. És megkérdezte az urát, hogy nem adnád el nekem. Miért kell az neked? Mert nekem egy ilyen faragó kellene. Hát vigyed, nekem van még elég. Mit kérsz érte? Ennyit.
kifizette az árát, attól kezdve az övé volt. És mondhatta neki azt, hogy te olyan tehetséges vagy, hogy nem azért rabszolgám leszel, hanem szabad ember vagy. Megvette, kifizette az árát, azt csinál vele, amit akar. Közölte, hogy szabad vagy. Ez többször előfordult, azt mondják. És az is előfordult olykor, hogy ilyenkor ez a rabszolga azt mondta, hogy én viszont szeretnék a te rabszolgád lenni, ha te ilyen szívű ember vagy. És akkor rabszolgája maradt, de korán sem olyan sorban, mint az előzőnél volt. Mind a kettőre volt példa, hogy szabad lett attól kezdve. Nos, Jézus ezt tette velünk. A bűn rabszolgái, ugye Jézus mondja a János 8-ban, aki bűnt cselekszik, az a rabszolgája a bűnnek. A bűn parancsol neki, és kénytelen azt csinálni. De kiváltott minket ebből a rabszolgaságból, nem aranyon vagy ezüstön, hanem mint hibátlan báránynak a vérén, a saját vérén. Ezt meg Péter írja a levelében. Kifizette a váltságdíjat, az ő bűn nélküli élete volt a váltságdíj, és aki ezt elhiszi, mert azért a rabszolgának is el kellett hinnie, meg nekünk is, az szabad. Vagy mondhatjuk azt, hogy Uram, én a te szolgád akarok lenni. És tudjuk, hogy a bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad. Nos, ez történt a kereszten. Jézus kifizette a váltságdíjat, értünk, és aki ő benne hisz, az szabad. Ezért kellett emberré lennie, mert az ember bűnéért csak ember tehet eleget, de ezért kellett bűn nélkülinek lennie, olyan meg rajta kívül nincs a földön, nem volt a földön, mert csak így vállalhatta magára az összes ember bűnének a büntetését. Az Úr mindnyájunk vétkét őre jár helyezte, Ézsaiás 53. És ezt is komolyan kell vennünk. Valamint azt is, hogy még egy fontos igét említsek, amit Pál apostol a 2 Korintus 5-ben ír, különösen az utolsó versében, a 21. versben, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett élettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, ő benne. 2 Korintus 5.21. Ezeket tessenek ám megtanulni könyv nélkül, mert nem tudunk bizonyságot tenni, ha egy-egy igével, nem kell ott 10 igét felsorolni, de egyet legalább pontosan idézni a beszélgetés közben. És nincs mindig a kisebbünkben, meg a ridikülben Biblia, meg nem is jó az beszélgetés közben elővenni, föllapozni, sokkal jobb, ha kedvesen tudjuk idézni. Hogy egy nagy csere történt a kereszten, nekünk kellett volna a kárhozatot elszenvednünk Isten igazságos büntetéseként, de Jézus helyettünk elszenvedte, amikor azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor ő a pokolba lépett be, az a pokol, ahol nincs Isten, egész odáig vállalta, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, mint egy benne elrejtőzünk. Ez a bűnnek a megoldása. Egyszer konfirmációi órán próbáltam ezt magyarázni jobbról-balról a gyerekeknek, és láttam az arcukon, hogy nem értik. És akkor azt mondta az egyik 14 éves fiú, hogy nem arról van itt szó, hogy odaáll az Úr Jézus, és azt mondja, hogy aki bennem hisz, az takarj. Sorakozzon föl ő mögötte. És akkor Isten azt mondja, hogy ez az oszlop mehet a mennyországba. És mondtam, hogy ezt szerettem volna elmondani, csak nem tudtam ilyen értelmesen. Pontosan erről van szó, de akkor takarni kell, tehát nem lóghat ki a fele részem, hogy én ő benne is bízom, meg azért a magam érdemeiben is, mert Uram, én ezért sok jót is tettem életemben. Ez nem fizető eszköz, egyedül az ő érdemében. Csak őt látja a sor elején az Atya, és tudja, hogy ott sorakozik mögötte egy csomó bűnös, nem titokba osonnunk be a mennyországba, de akik ő benne vannak elrejtőzve, azok mehetnek. Függetlenül attól, hogy mit csináltak és mit nem. Mert akik odaálltunk ő mögéje, tudjuk, hogy mit csináltunk, azt már el is mondtuk neki egyszer, és komolyan vesszük, hogy erre bocsánatot kaptunk. De egyedül ő érette. Ez a bűnnek a megoldása. És akkor kiemeli Isten a bűnből is a bűnöst, meg a bűneire is bocsánatot kap. És utána már nem vétkezik soha? Tessék? És akkor mit csináljon?
ismét oda megy, és alázatosan komolyan veszük, hogy elég nékünk az ő kegyelme. Ezzel visszaélni nem szabad, de élni kénytelenek vagyunk vele. És ezt engedi is Isten, sőt, bátorítva. Olyan szépen és jó emberismerettel írja ezt az idős János apostol a levelében, hogy fiacskáim, ne vétkezzetek, de ha vétkezünk is, van szószólónk az atyánál, az ember Jézus Krisztus, aki áldozatul adatott a mi vétkeinkért. Ne vétkezzetek, és bocsánatot kapott bűnösnek ez a szíve vágya, hogy én már nem akarom többet ismételni, Uram. De ha mégis megtörténik, akkor nem esik kétségbe. És ez nem azt jelenti, hogy vége mindennek, nem tértél meg, nem vagy te keresztjén, nem megy ez neked, jobb, ha abba hagyod. Nem. Énekeltük, azért javasoltam ezt az éneket, hogy kétségbe nem esem, hanem nagyon szégyellem magam, és megint oda megyek, mint a tékozló fiú, hogy atyám, vétkeztem, de bízom abban, hogy nálad van bocsánat. Na most befejezésül azt szeretném elmondani, mint lelkigondozói tapasztalatot, hogy mi az a három leggyakoribb akadály, ami megnehezíti embereknek, hogy szabaduljanak a bűnből, és bocsánatot nyert bűnösökként éljenek. Tudnélik, szoktak minket vádolni azzal, hogy bűnközpontú a teológiánk és az igehirdetésünk. Ez nem bűnközpontú, hanem kegyelemközpontú, Krisztus központú tulajdonképpen. Na de kegyelmet csak egy elítélt bűnösnek lehet hirdetni. Tehát tudnia kell, hogy mire kapja a kegyelmet. Ezért van szó először mindig a bűnről, és ezért döbbenünk rá először mindig a saját bűneinkre. No, a három leggyakoribb akadály az szokott lenni, hogy valaki nem is látja a bűneit. Ezeket az embereket lehetetlen meggyőzni, a Szentlélek győz meg mindnyájunkat. Én többször elkövettem ezt a hibát régen, hogy kezdtem sorolni, hogy ezzel bocsánatkérés közepette, hogy már ne tessék haragudni, de így azért nem szabad a gyerekeivel beszélni, mert elvadítja innen itthonról. És én hiába teszem ki a lelkemet a gyülekezetben, nem fognak előbbre jutni, mert. Ó, én nem értek ehhez, ő már nem tudom hány gyereket nevelt, és ő tudja, hogy mit csinál, jó. És két év múlva egy ilyen ember, például egy konkrét eset, sírva jött, hogy van nekem fogalmam arról, hogy ő hogy tönkretette a gyerekeit. Ő el is felejtette már azt, hogy mi két évvel azelőtt beszéltünk. De Isten lelke közben meggyőzte, és látta a bűneit. Tehát az első akadály az, hogy nem is látjuk bűnnek a bűnt. A második akadály az, hogy ha csak a bűn tudatig jutunk el, rossz lesz a lelkiismeret, bántja az embert, persze, hát én is azért hibázom sokat, esetleg még gyötrődik is miatta. De összezárva a bűneimmel, a bűnök megfojtanak engem. Ha nem lesz belőle bűnvallás, hogy én ahhoz megyek, aki bűnnélet érettem, Jézushoz. És vele hármasban van megoldása a bűnnek, mert ő átveszi. Tehát, ha nem lesz bűnvallás, ide kell nagy szeretettel és türelemmel elsegítgetnünk embereket, ha már látja a bűnét és bántja, akkor mutatni, hogy gyere, most mondom az egyszerűség kedvéért így, hogy gyere a kereszthez. Csak ne ezt mondjuk, mert ezt nem értik. Hanem gyere oda ahhoz az Úr Jézushoz, aki nagyon megért téged, és aki egyedül tud bocsánatot adni. És a harmadik akadály az szokott lenni, hogy ezek után valaki nem veszi komolyan, hogy megbocsáttattak a bűnei. Amikor ezt Jézus mondta hozzáforduló embereknek, ott a Bibliában mindig az úgynevezett perfektum ige alak áll, ami azt jelenti, hogy be van fejezve, le van zárva, nincs mit hozzátenni. Ennek nincs folytatása. Perfektuálódott az egész, kész, vége. Nem véletlenül mond Isten ilyen határozott természeti képeket, hogy a hátam mögé vetem a ti bűneiteket, meg a tenger fenekére. Hát, ha egy követ oda bedobnak, az nem úszkál a víz színén. Eltöröltem álnokságodat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Jön a szél, és volt nincs bárányfelhő. Nem tudom megint összerakni, hogy az hogy is volt, de nem is kell. Ő eltörli, eltapossa álnokságainkat, olvassuk. Eltörli, eltapossa, vízbe dobja, háta mögé veti. Nincs. Ezt komolyan kell vennünk, mert
Ez is gyakori ördögi kísértés, hogy újra és újra eszünkbe juttatja. Én nagyon komisz voltam gyerekkoromban, és sok kegyetlenséget követtem el. És még most is néha eszembe jut, és elkezd vádolni. És mióta, már jó néhány évtizede az akkori lelkigondozóm azt mondta, hogy ilyenkor légy szíves hálát adni azért, először meglepődtem, miért adjak most hálát, hogy erre a bűnödre is teljes bocsánatot kaptál. Amikor az ördög vádolni kezd, az ok a hálaadása. Dicsőíts Istent, hogy tudom, most, hogy eszembe juttatod, emlékszem én is, erre is bocsánatot kaptam. Legyen áldott az Isten. Tehát egyrészt látni a bűnt, másrészt megvallani, és nem kínlódni miatta, harmadrészt komolyan venni a bocsánatot. Én úgy látom a Szentírás alapján, hogy ez a kerek evangélium. És ha ez, akkor az nem a bűnnek a hirdetése. A bűnt mi komolyan vesszük, mert tönkretesz. De a bocsánatot is ugyanolyan komolyan vesszük, és a bocsánattal van befejezve, nem a bűn fölismerésével. Szóval szó volt a bűn meghatározásáról, Isten nélküli állapot, eredetéről, ezzel kapcsolatban a kísértésről, a bűn következményeiről, ami miatt nyögünk mindnyájan, és a bűnből való szabadulásról, vagyis a Krisztusban kapott váltságról.